This was the last move in a master plan. A plan long in the making. For war. Rendszeresen megkapom, amikor kijön a fülem a hajamból, hogy Ada tünde vagy, úgyhogy légy szíves, rakd el, oké? IMAX is an extraordinary experience for films on this scale. It's really the best way to see them. It's so immersive, so inclusive, you feel you are surrounded by Middle Earth. Olyan lélegzetelállító az élmény, amihez nem fogható egy sima mozi, tehát nagyon nagy hatással volt rám. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez most pillanatnyilag a legjobb a három közül. Megmondom őszintén, hogy most azt érzem, hogy ezzel a harmadik része rakták a legmagasabbra a lécet. You started this. You will forgive me if I finish it. When they see the Battle of the Five Armies, they will realize that this is a unique and extraordinary piece of filmmaking. Nagyon vicces, hogy azért már jó néhány éve van IMAX, és én most voltam először ilyen 3D-s IMAX-es vetítésen. Szerintem a körülbelül egy órás csata jelenet, ami mondjuk a filmnek a felét teszi ki, az ilyen szempontból maximálisan aknázza ki a lehetőségeket. Gondolok itt olyan dolgokra, mint mondjuk a mélység, amit én szeretek, hogyha az úgy jól ki van játszva, akár hogy térben fentről lefele nézünk, vagy akár hogy egy barlangba befele nézünk, és ezzel nagyon jól dolgozott most a trükkcsapat. Meg hát volt néhány olyan megoldás, aminél ugye a csata jelentek, kardok, meg egyebek, fegyverek, hogyha azok ugye térbe kiugranak, akkor az kellőképpen ad izgalmat, meg plusz feszültséget a nézőnek. Itt azt hiszem nem volt annyira olcsó János a dolog, mint ahogy néhány esetben azt tapasztalni lehet, de hát ebben azért benne van Peter Jackson, meg az ő hatalmas profizmusa. Életem első IMAX élménye volt, szóval most így úgy érzem magam, mint egy gyerek, hogy így, elképesztő jó volt. It's just non-stop. It's so action-packed. Everyone thinks Battle of Pelennor Fields was astounding in Lord of the Rings. This is another leap. It's huge. Will you have peace or war? Ez egy ilyen nagyon-nagyon új élményt tudott átadni. Nyilván a filmnek az egész története, az, ahogy a karakterek meg voltak csinálva, az, ahogy a díszlet fel volt építetett, hogy minden zseniális volt. Én berendezkedtem olyan laza 3-3 óra 10 perces történetre, és számomra ez a bruttó 2,5 óra, ez egy teljesen kielégítő dolog volt. Viszont ha meg ennél röviden, akkor meg hiányzik az a monumentalitás, amit az ilyen történetektől elvárunk, szóval, hogy ez egy ördögi kör, és mondom, ilyen szempontból szerintem most úgy volt a kiskanállal, a patika mérlegen kimérve a történet, ahogy az tényleg a hollywoodi nagykönyvben van megírva. I will have war. This movie's got it all. Thrills and spills in 3D. It's a climactic end to an enormous story. Ez a történet igazából azoknak is érdekes, akik már látták az előző hobbitokat, és azoknak is érdekes, akik még nem látták. És én például nem láttam, és így is nagyon kompakt. Nekem így az volt a mondani valója, hogy ne felejtsd el azt, hogy honnan jöttél, és hogy azok az őszinte, igaz dolgok, amik ott voltak benned, ne hagyd, hogy a sok pénz, vagy bármi olyan dolog elvegye tőled, vagy megfeledkezzél róla, aminek úgy igazából csak egy ideig van értéke. Tehát lehet, hogy sok pénzed lesz, de nem attól leszel boldog, hanem attól, aki eredetileg voltál, és attól, hogy ott vannak melletted azok a barátok, meg azok az emberek, akik tényleg ott lesznek mindig, bármilyen ember is leszel. Aki a Tolkien univerzumot szereti, az imádni fogja, aki a fantázia történeteket szereti, az imádni fogja, aki egy kicsit merészebb esti meséket szokott mesélni a gyerekeinek, az családos túl valószínűleg szeretni fogja. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból valóban ez a karácsonyra időzített, kicsit felnőttes, de abszolút a fiataloknak is szóló, nem egészen kicsiknek, de a fiataloknak is szóló szórakozás. Tehát ez úgy megtalálja azokat az arányokat, amivel valóban azt lehet mondani, hogy több generáció számára is élményt tud adni. You have but one question to answer. How shall this day end? Miért IMAX-ben? Hát azért IMAX-ben, mert azért így olyan, mintha ott lenne az ember, és sokkal jobban át tudja élni a történéseket, és tényleg olyan, mintha részt venne az egész eseményben. Nekem ez nagyon tetszett.